Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Ifjú Lomnici Zoltán, alkotmányjogász, a századvég munkatársa. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Segítsen nekünk megérteni a világ helyzetét, mi történik itt. Migránsokat ma már repülővel szállítják, nincsenek a helyszínen NGO-k, a mínusz 2 fokba kénytelenek a lengyelek úgy megvédeni a határt, hogy hideg vízzel próbálják eloszlatni őket a határ mentéről. Mi lesz ennek a vége? Angela Merkel, még hivatalban lévő kancler, beszél az orosz elnökkel, aki mossa a kezeit és azt mondja, hogy semmi köze az egészhez. Mi itt a megoldás? Ugyanakkor tudjuk, hogy ezek a migránsok olyan országokból vannak, ahol az elmúlt időkben nem sikerült, még visszaemlékezve az arab tavaszra, amit én arab mocsárnak nevezek, mert a problémák ott kezdődtek. Vajon ki és kiken akar bosszút állni ezzel? Valóban a fehér orosz, belarusz, lengyel válság az rendkívül jelentőséggel bír, és nem véletlen, hogy sokan megragadják az alkalmat, hogy a Kremlt támadják, de nyilván mindenki tudja, hogy ennél a dolog jóval bonyolultabb, és Angela Merkel sem feltétlenül a határvédelem miatti aggodalom okán beszél Vladimir Putyinnal, hanem ott a kis hírek között olyat is lehetett olvasni a gazdasági lapokban, hogy az északi kettes áramlat nem szállít gázt, tehát a gazdasági érdekeket én mindig azt szoktam mondani, egyébként jogász emberként, hogy soha nem szabad lebecsülni, sőt a gazdasági érdekeket kell reálisan minden elé helyezni, és akkor tudjuk igazából helyesen megközelíteni az adott nemzetközi politikai vagy belpolitikai problémát, amellett természetesen, hogy konkrétan a lengyel-belarusz határon egy valóban migrációs válságnak is nevezhető szituáció alakult ki. Hogyha megengeded, én arra hívnám fel ugyanakkor a figyelmet, mint az oltás, illetve a pandémia kapcsán a legszigorúbb elveket való személy, hogy az igazán súlyos válságot az eredményezheti, hogy rendkívül alacsony az átoltottság. Tehát az ENSZ-nek és a WHO-nak, az Egészségügyi Világszervezetnek szerintem a legnagyobb hiátusa és leginkább számukra felróható probléma az, hogy megint csak nyilván a gazdasági szempontok okán és részben rendkívül hibás politikai hozzáállás okán, tehát az orosz és a kínai vakcinával kapcsolatos fenntartás miatt 5-6% körül van az én tudomásom szerint például Afrikában az átoltottság. Ez egy rendkívül súlyos probléma. Tehát én elfogadom, hogy a migrációkutatók és a jó magam is egyébként ezt az elvet vallom, a szuverenizmus, a szuverenitás egészen pontosan barátai, azok másképpen tekintenek erre a válságra, de én ott látok egy kibontakozó egészségügyi válságot, mint ahogy a Mediterránumban is. Mind a három útvonal, a keleti, a középső és a nyugati is működik, azért a hajók folyamatosan szállítják a gazdasági bevándorlókat, viszont a pandémiával szembeni védettségük az egyelő a nullával. Rendkívül mélyen van. De ugyanakkor mi szerintem megtettük, amit tőlünk megtehető, hisz Szijjártó Péter nem is olyan régen több százezer oltóanyagot ajándékozott Fekete Afrikának, és sorolhatnám még, hogy kiknek. Ugyan hasonlóképpen Izrael a környéken lévő palesztinoknak, Jordániának,
Tehát vannak emberek, akik megértették, hogy nem csak minket, hanem a szomszédokat is be kell oltani. A kérdés az, hogy itt hol van a bizottság. Mert ahogy a bizottság magáról a határvédelemről is csak mismásol, tehát nem hallok olyan döntéseket, amiből világos lenne, hogy minden olyan országoknak, akik Európa külső határait megvédték, kifizetik ezt, ami bekerült, nem nyerészkedni, hanem kifizetik. Most már kezdik érteni, hogy a lengyeleknek is fizetni kéne, de mi van azokkal, akik már a lengyelek előtt védték a határokat. És a bizottság magával a pandémiával is rosszul kezdte, és rosszul is folytatja. Mi itt a megoldás? Azon kívül, hogy ösztönzünk minden kedves nézőnket, hogy futó lépésbe menjen és oltassa be magát, mert én ezt a gyilkossághoz hasonlítom. Tehát az az ember, aki nincs beoltva, az gyilkosságot követel, akár családon belül, mert megfertőzheti a családját, és látjuk, hogy a kórházakban haldokló emberek többsége az, aki még nem volt soha beoltva. Akik már be voltak oltva, talán be se kerülnek a kórházakba, mert könnyebb, ha meg is fertőződnek, sokkal könnyebben élik túl. Ez pontosan így van, és teljes mértékben egyetértek azzal a felvetéssel, illetve annak súlyával, ami az Európai Bizottsággal kapcsolatban megfogalmazódik. Valahol tragikomikus, hogy idejön az Európai Unió biztosa, és van egy súlyos határvédelmi válság a lengyel-belarusz határon, van egy súlyos negyedik hullám a pandémia tekintetében szerte az Európai Unióban. A gazdasági helyzet az, azt kell, hogy mondjuk, hogy nem javult sem a mediterrán térség, tehát Görögország, Spanyolország vagy Portugália tekintetében érdemben, az államháztartási hiány, az államadóság, ezek a mutatók, ezek nem véletlenül, hogy felfüggesztik a Maastrichti kritériumok számonkérését, mert rendkívül magas szinten állnak ezekben az országokban, és eközben ide jön Didier Reynders, az Európai Unió biztosa, és többek között a századvég delegációnak tagjaként én is találkozhattam vele, és azt a megdöbbentő szituációt tapasztalom, hogy a jogérvényesülésért felelős biztos először is elkezdi a kisebbségek helyzetét firtatni Magyarországon, aztán folytatja azzal, hogy az Európai Bíróság döntéseit végre kell hajtani. Ezt követően beszél arról, hogy a jogállamisággal kapcsolatban súlyos aggodalmak vannak Lengyelország és Magyarország tekintetében. Erre szokták klasszikusan mondani, hogy ezek az emberek elefántcsontoronyban élnek. Egyébként, aki járt a brüsszeli bizottság épületében, az elmondhatja azt is, hogy egy luxus elefántcsontoronyban élnek, és rákot és kaviárt és hasonló finomságokat ebédelnek a nem túl szerény menzán, és eközben a valós problémáktól vagy szándékosan távol tartják magukat, én ezt tartom reálisnak, vagy nem is tudnak róluk, és valóban, ahogy ön is fogalmazott, a szolidaritás, ők szokták a szemünkre vetni, most visszanyal a fagyi, ahogy szokták mondani, az nem egy à la carte típusú, vagy bocsánat, nem egy svéd asztal típusú megoldás, hanem valóban, ha tetszik, az à la carte rendszerre kellene áttérni. Tehát vannak bizonyos előre meghatározott elemek, így a szolidaritás részét képezi az is, hogyha konkrétan a felvételek alapján az egyik uniós, egyébként NATO tagállam határát megtámadják külső harmadik országbeli személyek, e tekintetben egyébként valóban annak jelentősége van, ha van köztük menekült, ő adja be a kérelmét, de az sehol a világon nem szabadna, hogy elfogadott legyen, hogy kerítésvágó eszközökkel és egyéb megoldással rárontanak a határa olyan módszerekkel egészen pontosan, amelyek durvának és mindenképpen erőszakosnak minősíthetőek.
és ehhez képest nem, ez az első és legfontosabb, amit ön említett, hogy a határvédelem költségeihez nem járulnak hozzá, de valójában ez a teszetoszáskodás, ami zajlik, most akkor Olaf Scholz nagy nehezen megszólalt több hét után, hogy végül is a lengyeleknek van igaza, ugye Németország, mint az Európai Unió talán legfontosabb állama ilyen szempontból nem lényegtelen, hogy a éppen aktuális vagy a jövőbeli kancellár mit mond a kérdésben. Úgyhogy egészen tragikomikus a helyzet, de majd abban reménykedhetünk, hogy ha feláll a német kormány, illetve esetleg sajnos eszkalálódik a helyzet, egy lengyel katona már meghalt, akkor talán jobban odafigyelnek erre. Hát maradjunk a tengeri gyümölcsnél, a tengeri gyümölcsöket én nem fogyasztom, úgyhogy a bizottság csak fogyassza nyugodtan, csak meg ne akadjon a torkukon nekik. De alapvető probléma, én nem azt mondom, hogy egy elefántcsont toronyban vannak, hanem egyszerűen nem tudják, hogy hol vannak, és szerintem nem tudják azt sem, hogy mi a lényeg, miről kéne beszélni. Ezek a migránsok nem migránsok, mert repülővel hordják oda, ahova hordják. Nem tudom és nem tisztem megnézni, hogy ki hordja őket oda. De az uniónak, a különböző szankcióinak ez egy egyeneságú következménye lehet. Tehát nem biztos, hogy a szankciók a legjobb megoldás. A megoldásokat kéne keresni, azok viszont olyan sokáig tartanak, hogy amire megérkezik a vakcina, addigra a betegek meghalnak. Tehát én a bizottság munkáját nem életmentéshez, hanem sajnálkozáshoz tudom csak hasonlítani, illetve elnézést, hogy ilyet mondok, de szerintem lassan úgy tűnik, hogy mindenre alkalmatlanok. Tehát addig, amíg ez egy gazdasági klub volt, addig ez ragyogóan működött, most heves ilyen, mintha a székfoglaló koalíciós viták lennének, hogy kinek van igaza, és a biztos az, hogy nem igazán tudja a biztosait egy csapatba terelni, pedig itt arról lenne szó. Sajnos a beszélgetésre szánt időnk lejárt, ugyan még nem tudjuk a megoldást, de bízunk benne, hogy jövő héten, amikor jön hozzánk, addigra már tud valami megoldás ötletet is találni, és talán Brüsszel is nézi a heti tévét, és magukhoz térnek, és elkezdenek az oltásokról, meg a szankciókról beszélgetni, ha más nem önmagukkal, és akkor valami megszületik, ami jó az emberiségnek is. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában ifjú Lomnici Zoltán, alkotmányjogász, a századvég munkatársa volt stúdiónk vendége Skype-on. Te már be vagy oltva, a gyerekek lassan ők is be lesznek oltva. Igen. És vigyázzatok. Mindenki oltakozzon, vegye fel a harmadik oltást. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönjük a lehetőséget, és várunk személyesen is. Most előzetesek, és már is jövünk vissza, tartsanak velünk.